Jó, reggel, Vietnám, szeva... Basszus, valamit elcsesztem. Nem jó köszörés. Csácsúmi csörtészt a csokoládé és traktorkerék, szavaztak papikány. Igen, a vietnámos köszönés az nem illik ide. Nekem az ideálom, gyerekek, a Farming Simulator 15. Egyébként, hogyha halljátok valahol, hogy recsenik a mikrofonom, azt mondtátok, hogy recsenik a mikrofonom, nem tudom hol. Már én még nem hallom, akkor írjátok meg pontosan, hogy hány másodpercnél. Oké, de nem kamúzni, hanem akkor tényleg, írjátok meg, várjatok. Na, egy csomó mindent kéne csinálni, meg akarom venni a VMA-t. Mennyibe kerül a VMA-r? Lehet, hogy akkor kellene még egy kis pénzt csinálnunk. Úgy, jó, hogy külön vannak, basszus, külön vannak a modok. Öcseim, hát azt miért nem tudtak ma? Úristen, MTZ. Na, 25 ezerbe fáj a vej, már majdnem meg tudjuk venni, valamit kéne vinni silóba, azt akkor jó lenne nekünk. Hol van a 82-es MTZ-en, gyerekek? Hangerőt megnézem. Egyébként majdnem még így is hangos volt. Na, egy csomó mindent kéne csinálunk, úgy pörögjünk fel, jó, oké? Okay. Egyébként, új, tudjátok milyen nehéz volt, vagy nem is az, hogy nehéz volt, hanem milyen olyan... Milyen fura döntés volt, az egyébként a 82-es MTZ valaki küldte. Na, beszélek arról is, hogy tudom, küldtök egy csomó modot, de hadd mondjak most erről egy pár szót, például, hogy... Kicsit olyan nem az, hogy nehéz volt elkezdeni a Farming Simulator 15-öt újra, hanem valamilyen szinten egy kicsit olyan... Hülye hangzik, hogy azt mondom, hogy kockázatos döntés volt Farming Simulator 17-et rá azt mondani, hogy nem tetszik, és 15-re meg visszatérni, mint videós. Bár ezt úgy mondom, hogy én tudjátok, hogy igazából annyira nem a nézettséget csinálom, mármint most, jaj, biztos, mi az, hogy nem a nézettséget csinálom, gondolom, valaki ezt most így mondja, mi szokott jó lenni még, napraforgó, nincs benne napraforgó, vigyük bele a kukoricát akkor. Ugye volt a Keeper, kellett volna hozni a nagy pótkocsit is, mi? Gyerekek, mindjárt hozom a nagy pótkocsit is. Jaj, de nagyon eldumálod az időt már megint. Vagy az időt. Hozom a nagyot is, jó? Aztán akkor kettővel fogjuk odébb ide nyomni. Na, hadd mondjam közbe. Mert ugye például ott van az Aion sorozatom, amin gyakorlatilag nem éri el az ezres nézettséget a nézőszám. Mégis csinálom, mert szeretem azt csinálni. És például ugye azért kezdtem el 15-öt csinálni, mert szeretem azt csinálni. És az a durva, hogy ez basszus. Tök jó, hogy ti is ugyanúgy élitek velem ezt az egészet, mint én. Hát komolyan mondom, itt olyan, szerintem ti is úgy vagytok vele, ez a map, meg ez az egész 15, ez az embernek kicsit olyan, mintha otthon lenne, nem is tudom, olyan tényleg, olyan a textúrák, a modellek, minden olyan tök jó meg van csinálva, hogy gyakorlatilag igazából nem kell, hogy olyan chili-vili shader effect legyen például ezen meg azon, mert hát ez is így tök jó. Mert ez le van szerelve egy kicsit ez a paut, megnézzük mennyin. 89% gyerekek, ezt lehet, hogy meg kéne, sőt, az lesz, ezt elviszem javítatni TMK-ba, gyerekek, mert ez leszerállódik teljesen, akkor nem fogom tudni felkapcsolni, írtátok, úgyhogy ez visszük a TMK-ba, jó? Aztán azzal a 3000-es póttal egyelőre szállítjuk. Egyébként azt nem lehet felhajtani, mert kérdezte valaki, hogy föl lehet-e hajtani, mert ő lehet, hogy úgy tudja, vagy nem tudom, de nem, azt nem lehet felhajtani, az oldalt lehet lefele csukni, meg fölcsukni, de igazán már ennyit tud, más nagyon nem. Hogy bizi táncol a MTZ gyerekek, nagyon jó. Oké, és akkor most tényleg ma meg akarom venni a Weimart, ma akarok bálát, ma sok mindent akarok csinálni. Na, várjatok, akkor ugye ez így van, hogy ezt lekapcsolom. Kivegyek ki ezzel a MTZ-vel, mert ez ide nem kell. Kiszállunk. És akkor ezt megkiállítjuk, hogy valamit csinálják meg. Azt hiszem, hogy erről. F1 és akkor erről. Igazából nem olyan túl sokért csinálják meg. 191-ért. Már dobálják a villás kulcsa a gyerekek. Úgy, mint én a Steam kulcsot holnap. Jó mit volt. Na jó, húzzunk. Nem jó fele jövök, jóval tudom. Üzemanyag nem fogy egy kicsit túl gyorsra. Na, franc tudja, hogy olyan fura. Na jó, akkor összekapunk egy kis lóvét. Aztán akkor megveszük a Weimart, jóval? Bocs, hogy az MTZ-be megyünk, de nagyon élem azt az MTZ-t. Ja, egyébként igen, modokra kitérek, jó? Nagyon sokan küldtök modokat. Az UTB-t nagyon sokan az egyik kedvenc járművem volt. Az egyik kedvenc, mindenképpen meg fogom venni azt az UTB-t, tudjátok azt a trapéz kabinost, meg a
meg azt az etort. Úgy, de imádtam azt az etort, mennyire szépen ki. A gyerekek, annál az etornál a Farming Simulator 17-es járművek, a gyáriak nem jobbak. Egyszerűen már mint irányíthatóság még ilyen szempontból. Milyen szempont gálás? Más nem kell nekem. Na várjátok, kiveszi legjobban ezt a cuccot. Elnézést. Kukorica, Kelemen Roland, Kovács József beszél jól. Kovács József. Kovács József az azt mondja, hogy... Benne a faluba, de legalább a Marinak rácsapunk a segélyre, hát menjünk már. Hát vegyük már. Ja, működik a jelző, az üzemanyag jelző, úgy látom. Na csapjuk neki gyerekeket. Komolyan mindenki azt írogatta, hogy ne menjél el a krumplis szállítószalag alatt, mert már megint lerakott krumplival a jelzőjét a fot kicsit. De egyébként annyira emlékeztek rá, nagyon durva. Oda nézzetek, hogy táncol a MTZ. Hát ennél jobb kell, figyelj el. Majdnem imádom. Küldjük neki a... Nagyon komolyan vegyük gyerek, figyelj. Most indexelek, csak azért szólok. Csak az a baj, hogy nem hallani a kattyogást tudni. Jaj, de jó, na. Kiréztük. Olyan lassan indul meg a MTZ, de jó is, nem baj. Ez 80 paci. Keményen. Visszavettem az indexet, ez 80 paci, ugye. És a fotkocsi az nem, az MTZ dimidzselt egyet. Pedig nem ütköztem semmivel, ezek szerintem valami kopás, vagy ilyesmi is van. Ott volt a fót, mi? Nagyon óvatosnak kell lenni, mert a forgalom az eléggé böszme. De nem baj, egyébként az is kihívás. Jó, ma akkor gyűjtünk a Weimarra, és annyit csinálunk. Még egy kis pénzt lehet, hogy kellene gyűjteni, a bálákat meg be kéne hordani. Egyelőre ugye a bálákat se nem eladni, nem akarom se semmit. Ezzel a porttel elvileg lehet bálát szállítani, úgyhogy ezzel megpróbálkozunk bele. Férsz, bazd. Most sem akartam csúnyán beszélni. Na, hol vagy Mariba ezért? Bemegyünk a helyben a kobba, vagy nem megyünk be. Hoppá. Itt jó kis cica babák van, de gyerek. Szerintem nem jó fele jöttem, de jó volt. De, lehet, hogy jó fele jöttem. Nem, de, itt lakik a Kovács József. Jó. Szépen behúzunk. Akkor előzni semmi, jó van, adja. Ide befordítjuk. Talán jó lesz. Ilyenkor kirakom ezt, hogy mutass, belső részletben ezt meg akarom oldani most. Jó, kihúzom oda. Hú, hát ez nagyon... A gyerekek, most kiszállok, megnézem, mennyi van az oszlop meg a gyerek között, port között. Hát, van ott még hely, nem igaz. Volt egy ilyen sztori, majdnem meghaltam, elmeséljem. Kirakodás oda, de jó is. Volt egy ilyen sztori, egy ilyen lejtős udvaron át egy traktor, és fa volt a portkocsin. És úgy volt, hogy kb. Mintha a portkocsi fele lejtene az egész, és a portkocsiról szórtuk a fát be egy ilyen faházba. Gyakorlatilag csak egy ilyen egy méter volt, talán a faház, meg a traktor és a portkocsi között, érted, így lejtett, hátrafele lejtett a traktor. És a traktoros, nem tudom, hogy a francba csinálta, mert már nem él egyébként szegény, Gyuszi bácsi. Hát itt ha elfordulok be, az igen király lesz. Csak meg kéne tól inkább hátra, hogy nem tudom. Még innen kitolhatok, akkor én vagyok az izé, a maestro vezet. Na, aztán izé volt Gyuszi bácsi, valahogy nem sikerült jól megakasztani a Verdát. Aztán már nem volt ott senki, csak én voltam a ház, meg a traktor között. És bazza elindult hátrafele. És úgy, ráadásul úgy kagyarodott a traktor, hogy így, hogy mondjam, így pont nem maradt rés a ház, és a átsó kerék, meg az egész traktor között is így megindult lefelé, és bzzz, így lement. És bazza ott, hallod én, ugranak oda, gondolták én nekem ott végem volt. Mert biztos izé, biztos kilapított a Verda. Próbálnék kitolatni, különben jelezném, de nem tudom, mennyire fog sikerülni.
Már nagyon kezdem bírni ezt a izét, ezt a tolatgatást, az igazság. Tudom, itt már annyira meg van törve, itt már ilyenkor egy kicsit bele vagyok keveredve, mint cigány gyerek a húzatra. Menj onnan, Mari, hát rám megyek a lábodra. Ilyenkor már azt se tudom, hogy hol vagyok. Ki kéne húzatni egyenest azt, akkor jó lenne szerintem. Na azt akartam volna, igen. És akkor jönnek oda, ugranak oda, úristen, úristen, ennek vége a gyereknek, bazd meg, halt. És annyi izém volt, időm volt, halál komolyan, nem tudtam volna sehova menekülni, mert marha közel álltunk, meg minden. Hogy annyi időm volt, most de neki mentem, fogadjuk, kiszállok el, megnézem. Ha? Menj az anyádba. Egyébként miért nem tart a külső életbe? Na most azt... Na most azt felakasztott a apám. Na jó. Nem már, more. Rugálom a verde az M10-i. Fönn akart a porcskocsi, te. Na ez egy kicsit idejött. Aha, rá. Gyerekek, a kapura! A kapura beakadt a izé! Gyere, van ki onnan, more. Nem gyűjünk ki. Jó van, ez visszaugratás lesz szerintem. Ja, ez visszaugratás, az, bocsász gyerekek, bocsász gracios, de hát ez megtörtént most ez az esemény. Legalább nem kell visszaüléri, szenvedtetnem magam, mi? Humban a izé. Ja, ezt is vissza kérem ugratnom, aha. Úgyhogy ezt mindenképpen. Ugye bal a rakás küllene, vagy valami csoda. Ezt akkor, bocs, srácok, hát nem nagyon szerettek ilyet csinálni, de ez van. Na, már könnyen vissza vagyok az MPD-be, mi? Na, igen, azt annyi lélek jelenlétem volt, most ezt gondoltátok, ezt nem fogja többet emesélni sose. Annyi lélek jelenlétem volt, hogy beugrottam, ott volt az ajtó, érted, egy ilyen a faháznak az ajtaja. És akkor ott húzott el a kerék, gyakorlatilag az ajtó csúroltam majdnem be kívül. Na, merre mentek? Index az nuku, vagy mi van? Na, ezt igazából, ez volt a mázlim. Jöttek oda, és úristen, beugrottál ide? Hát mondom, mit tettem volna, barátom? Na, 28 ezer van, meg tudjuk venni a Weimart, lemegyek a telepre. És akkor izé a Weimarra. Először lejövünk a telepre, utána meg akkor még izé jövünk. Annyi, hogy össze kéne báláznunk. Igen, és nem írtam át az utrának a hangerejét, tudom. Össze kéne báláznunk, és akkor utána elmehetnénk trágyázni egyet. Weimarral megraknánk ugye a trágyaszórót, frankon, de most ezt úgyis ezt a bálaordot kipróbálnám. A másik portkocsi meg már biztos jó. Egyébként még egy kukoricát hozhatnék, mert ugye kellene még pénz nekem. Én nem akarom ezzel húzni az időt, csomó mindent szeretnék csinálni. Megjöttünk, de itt van a telepünk, hát úgy ismerem, mint a tenyeremet majdnem. Kukoricát is kéne, állatot is kéne tartani. Áj. Lenne trágyám mindig a trágyaszórba, Weimarra meg csak raknám, érted? Na jó van, hol van a fotó? Na meg oda tette, jó vagy. Az a baj, arra befele rakja be. Nem baj, nem annyira nagy baj. Jó, megyünk kízénél balázni. Balát szállítani, meg balázni. Ja, ez elvileg ez egy bálahordó pót is. Ja. Érdekes, nagyon nem sebződött, csak hát ugye nem tett neki jót, hogy ott én. Ha egy kiférünk? Na, csak ki. Régebben tudjátok, mint beszállítottak egy csomó mindent így a, nálunk a PS-be. Emlékszem rá, hogy Tepsivel. Nem tudom, azt ti ismeritek? Tepsivel szállítani, ilyen bálát, meg ilyeneket szoktak húzni. Gyakorlatilag az volt, hogy volt egy nagy vaslap, és akkor... ja igen, bálát szoktunk tepsivel szállítani. Ugye izén belül. Kurva jobb ezen. Neki... Bemegy a portkocsi alá. Na minden jó. Nem leszek ideges. Ja, ugye TSM belül főleg ugye az volt, hogy volt egy tepsi, annyi, hogy volt rajta egy izé, egy ilyen. Mint egy kocsi rúd lett volna, tudod ez a izé része, ugye rá lett volna akasztva
rá lett volna hegezve egy tepszire, egy nagy vaslapra. És akkor az volt abban a könnyű, ugye, hogy rá lehetett burgatni a bálát. Egy ember, mit tudom, oda ment egy traktorra, a bálához. Azt utána meg annyit csinálta, hogy izélték, hogy nagyon ne nyitom az oldalát. Ezt kijövünk majd a másik M10-ével is, de ezzel egyelőre nem, megpróbáljuk a kék M10-ével az izét. A vontatását annak azért Hestonnak, mert ugye az eléggé küldött neki az energy. Bár ez is egy 80-as, ahogy látom, nincs belső hajtásunk. 80-as, hát nem tudom, hát akkor igazából annyira mindegy, mindegy, fölveszem ezt a izét, cuccot. Visszad is. Várjál már, mori. Ja, az MT egy kicsit le van sérülve, ugye? Na, aztán izé. Ja, arra ugye egy ember mit tudom, fogta az MTZ-t, átrevett bálákhoz, lerágurgatott kettőt, de úgy, hogy ugye rábillentette, hogy izé a turbálisra rájön, ne az legyen, hogy ugye legurul róla. Azt utána meg bement az istálóba, behúzta, azt meg lelőtte. Az volt az agy baj vele, arra nagyon kellett figyelni, hogy azért hosszabb ne húzd ilyen aszfalton, vagy mit tudom én, mert fölmelegített ugye a surlódást, az kigyulladt a bálla, tehát rajt. Igen, ennyi jó a szituáció. Megpróbáljuk ezt az MP-t, ha már egyszer nem. Egyszer kihoztuk. Ó, ez tök jó, ahogy így... Ez a... Ó, nagyon jó, ahogy így meg... Gyakorlatilag itt van egy görör, aztán így érezni lehetett, hogy így megbinden. Nem ilyen izé statikus egy síkúak a földek is. Pedig izében azt nagyon rürellem. Az eredeti mapok nagy részénél. Gyerekek, itt aztán van ám minden bocsóba. Na jó, van, ezt kikapcsolom, mert csak idegesítős lesz. És belső nézetes. Nézzük, ez mennyire fogja ragadni el olyan, de... Á, ez jobban viszi, bazzá, ez jobban viszi. Most tudom, merre menjek először. Kezdjük a tupelő. Ja, ezt jobban viszi, gyerekek. Ó, azért... Ez meg... Olyan furcsa irányítható, mint hogyha kicsit levegőben lenne a verdárakat. Teleje. Ellikám, jó van, ezt gyorsan bevállázzuk. Aztán akkor ezt a földet, ezt izé le is fogom rágyázni. Én, kidobta. Oj, nagyon király gyerekek. Megy ez mind az agyba szarás, mi? Valaki írta, hogy a kék MTZ-nek fasz a hangja van, egyébként fasz, csak az a baj, egy kicsit mintha ismétlődne. Amúgy nem rossz. Ez sokkal jobban viszi gazda. Viszi mind a izét. A rongyot, fogsz a lábtörlőt. Nem tudom, nálatok ilyen tepszis megoldás valakinek szokott lehetni, hogy szokták ezt máshol is alkalmazni, vagy az ilyen rárói ötlet volt csak. Ja, és egyébként igen, szurkával kéne egy nyomnom ezt a bálrakást, de eléggé szarul van megcsinálni, mindig le akar csúszni róla ugye a bál, azt azért idegesítő, inkább ezzel szépen be lehet pakolni faszárnyasan. Megyünk balra. Nagyobb konvaj nem ilyen izéket, rendeket kapna, hanem akkor ugye szélesebb lenne, mert vágóasztal függő sajnos ez. Van egy luka ide a főkbe. A tükörben rendesen látom, viszont nem kell nekem oda nézni. Teljesen jó meg van csinálva. Bála gyerekek, bála hordás, az meg egy kéz, az egy kéz kabaré szokott lenni, nem? Hú, te, fiú. Na, mármint nem az ilyen nagy üzemi bála hordás, hanem amiket mi szoktunk művelni a bálákkal. Kettő karót lerakni, portkocsira pöhömbölgetni a nagy izé körbálákat. A kockabálát meg az égig fogtuk rakni, az épp hogy villanydrótok alatt férjen a Isten. Az milyen izé volt, nem tudom miért, de mindig az öregeknek az volt a happy-e, hogy kockabálát vellálva. Igaz, hogy magasabbra tudod nyújtani, tudod. De azért meg lehetett vele küzdeni, hallod? És fölhelyíteni a tetejére, aztán volt egy ember, az meg rak, tudod.
Szépen egyre szélesebbre, jó nagyra. Fönn volt bevezettem balra egy ilyen egy portkocsi. Isten, mi volt ez? Hát meg a izé, meg jajajaj. Ne is mondd, úristen, úristen, Volt olyan, ugye nekünk voltak ilyen izék, voltak malacok, meg ilyesmi, pikok. Aztán ugye az volt, hogy hazahoztuk a bálát. Riktig úgy volt megoldva, ugye nem tért be sehol. Mert egyben, nagy körbál, akkora volt, mint a... Régebben, mint hogyha nem tudom, ezek a hesztorok nem nagyobb körbálát csinál. Vagy én voltam kicsi, nem tudom. Na marha nagyobb volt. Ugye, mit tudtál csinálni? Szétszedted. Vázzesz, így eszedted ezt, mert ugye nem fért be az ajtón, az ólajtón, vagy akár. Szétszedted ezt az agybálát, öcsé. Hát ebben annyi szalma van, gyerek, hogyha szétszeded, ugye ez úgy össze van temelítve. Annyi szalma van be, hogy körülbelül ötször ennyi térfogatot foglal, hogyha szétszeded, azt be akarod törni valóban. Voltak érdekes dolgok. Ezt akkor betömni bazza az orba, azt úgy nézték ki utána, mint a izé, mint a az orba csodák csodájába a izé, a madárjesztő. Tehát a szalma volt, a töködet, puuu, bele a gatyádba, öcsém, azt szúrta a töködet. Az milyen fasza volt. Még a seggedbe is szalma volt. Hát igen. Hát meg szalma. Szénapadlás szokott lenni régen. Jó, hogy múltkor izé. Múltkor baze. Az nagyon durva volt. Eljött egy nő, egy ilyen idősebb nő. Itt a faluban van, hogy a szénapadlásáról szórjon le a szénát, mert az gyullék vagy. Na mondom, ez jó, jó világ lesz, biztos. Na, meg is vagyunk szerintem gyerekek ebben, akkor benn marad ez? Nem tudom kidobatni, ugye? Nem. Lesz, annyi volt, hogy ez egy ilyen tömött szénapadlás volt, csak összeesett. Valami 30 év volt. Bazzel én leszóltam, gyerekek. Abból annyi széna lett, több lett, úgy tud, van egy gönör, ez nagyon tetszik. Abból annyi széna lett, hogy izé, hogy több. Jó, azért pörög folyamatosan az engine jobban, mert ugye izé van, hajtja a bálázót. Azért volt ez a hang. Na jó, én be is viszem ezt most egyelőre. Annyi széna lett belőle, hogy na jobb lett, mint a ház. Hát a padláson keresztül szóltam le, már olyan magas volt, mint az egész ház. És nő fogta, begyújtotta ki, hallod? Hát ott nem voltak 10 méteres lángok, akkor sem ennyi. Az egész falu összefutott, hogy most meghalunk. Vége a világnak. Ott a pizma. Megyünk ám ki vissza, mert ide, az a jó, itt közel van a terület. Na, megyünk ki akkor bálát hordani. Behozzuk a bálát. Valahol helyezzük, oda hátra. Egyébként nekem úgy kell leszednem, úgy is kell leszednem, hogy ezért a bálákat arra kíváncsi leszek. Portkocsi meg már biztos elkészült, megcsinálták. Örög ám az MTZ, ahogy kihúzatod, mi? Ismerős a szituáció. Jó, van, egy bálát nem fogok ám rakni én gyerek kizébe. Mi a belső rédetbe, mert akkor a izé lesz, Keeper Rage lesz. Gyerekek, ne... Ja, mert ezt lehet állítani. Hogy is? Ez valahogy lehet. Összefele, ugye? Aha, így, na, mondom, bazze. Kicsit nagy lenne. Hogy. Egyébként ez a teljesen hiteltelen dolog, mert így nem... Ilyen bazze, a kieszben nem volt. Szurka volt az csá, többökte. Ez jobb, most így nekem. Nem kapok agyérgörcsöt, mi tőle. Jaj, erre kellett volna egy súly, hátra lehet. Ha, mondjuk bírja. Na, erre kíváncsi vagyok erre a pótra. Hány sorba? Kettőbe mehet szerintetek? Szerintem simán jó széles. Egyébként akik írták, hogy akarnak velem játszani, azt meg fogjuk oldani. Köszönöm szépen a felvetéseket. Hány balánk van? Kettő.
Négy fal, nem olyan sok, jó van. Csak főfér. Attól félek, összetörök itt mindent. Ugye most van ez a sérülés dolog be. Megpróbáljuk két sorba. Ezeket itt összekapom. Hát igazából nagyon... Mindegy, hogy a pótta megyek-e. Hát jó lenne, ha pótta jönne valaki, persze ilyenkor. De az emberek különben most 80%-a mindenki azt írja, hogy legyen single, mert az tök jó, mert hangulatos volt, meg akkor nem hülyéskedsz keeper, mert igazából átmész őrült állatba, amikor valaki van veled, és akkor a röhögés van, meg a divászat, meg a mit tudom én. Ilyenkor meg tök jó kis okosan, komolyan játszasz, nem kapkodsz, nem vagy hülye. Na meg a báláról, meglátok egy bálát, gyerekek, ezer emlék, komolyan. Tényleg, izé van. Most az jutott eszembe, amikor azt szoktuk csinálni, hogy gurgattuk. Ha megláttuk, jaj, meg a bálalopás. Hát gyerekek, régi TS-kor, most aztán biztos mindenki azt mondja, úgy hiszem, hogy itt laura lopra, a bálalat, hé, moré. De hát régi TS-korszakban gyerekek, a izé, ha, hát mindent lopta. Most nem azért, de bálát, voltak állataink, kevés volt a bála. Volt 200 darab a izébe, a TS-nek. Innan izén, ugye a tarlón. Ha fogtad, begurgattad a kukoricába, vagy ahova akartad, és akkor utána ott elrejtetted, ezt utána elmentél érte. Jó, ilyenek azok előfordultak. Ja, meg hát mindig gurgattuk a bálákat, ugye az alai dombság, ott itt nem alföld, hogy van egy domb, aztán örülnek, neki lefő futkoznak, hanem izé van. Csak domb van, nincs síkság. Ezt izé általában ugye elmiatt a tarló is fönn van a dombon, vagy pedig lenne a bölgybe, de nagy részt ugye 50% esély van rá, hogy a domb tetején van a tarló meg a bála. A domb tetején van a bála, egy körbála, akkor szerintem nincs olyan gyerek, aki nem arra asszociál, hogy azt le kell gurítani. Aztán az ment erősen ez a tarló, fönn a dombon legurítjuk a bálát. Azt olyanok szoktak lenni, hogy mit tudom én, fönn a dombon a bála, keresztezi ott alul az uta a tarlót, meggurítottuk, és akkor az uton így pattogott át a bála, így beindult, aztán így repült át be az út fölött. Aztán ide jött volna egy autó, akkor szerintem nem tudom, nem nézett volna, hogy a hárommázsas bála így repül át a kocsi előtt, vagy éppen a kocsin keresztül. Jó van, gyerek, fejje, gyerek. Meg régen, ugye madzag volt régen, nem ilyen nylonos téma, bála madzagos téma, szerintem még mindig egyébként van madzagos is, ugye? Bálamozzag, hát a bálamozzag az mindenre jó volt. Na izére is a... Még derék színnak is, hogyha nem volt jobb ötleted. Az a baj, hogy gyerekek, belekeveredek itt. Az a gurognak a bálán, menj az anyádba. Jó lesz. Ja, és izé... ezt még odébb helyezem egy kicsit. Amúgy nem lesz ez rossz, bejebb tologatom őket, és szerintem még egy sor az ide faszán fölfér. Lenyitott ajtóba tudunk közlekedni. Hány darab van? Ma megszámolt a keeper, nem tudsz gondolkodni. Egyébként a memóriám az nem a... nem az igazi. Oda nézzé, oda nézzé te. Kettő sor ez ugye fér így, ez ki van találva. Amúgy ezt nem tudom, ezek a bálák, én ilyen picik. Én a gyerekkoromban, most jó, körbálát újabban nem nagyon szoktam izéni gurgatni, de gyerekkoromban, mint a nagyobbak lettek volna. Ez a fő is lehetne szúrni, mint a szúrkával. Na, azt akartam mondani. Igen. Ja, ilyen madzagos téma volt, aztán azt nyomtam. Egyszer kipróbáltam, mondom, én majd okos leszek. Úgy gurítom meg lefelé a dombon a bálát, hogy megfogom a madzagot, azt letekeredik róla a madzag. Hát persze! Ahogy azt elképzeli Móriczka. Itt az volt, hogy megindult a bála, egy darabig tekeredett a madzag, azt amikor éppen már megakadt, akkor egy az, hogy úgy olyan egy hasas dobtam tőle, mint az állat, így hopp, így megrántott. Végig csúszott kifelé a madzag a kezemen. Aztán olyan éhes és érülésem volt, mint hogyha megfogtam volna valami ízét. Tüzes kardot vezem, hogy nézett ki a kezem.
De hát még szerencsére nem tépte ki balból a kezemet, különben megindult bála, úgyhogy még szerencsésnek mondhatom magam, vagy pedig nem az volt, hogy húzott maga után végig a tarló, mint az őrültek. Ajra jó volt régen a tarlón mászkálni. Egyébként most meg azt veszem észre, igen, valahogy, mint hogyha jobban... De szerintem jobban régebben, most már nem kell a szalma, vagy mi? Mert régebben nem szokták ilyen hót magasra vágni ezért a tarlót. Na most azt látom, tarlóban ezek derék magasra van vágva. És mi, fétik a gépet, vagy nem tudja a gépet régebben? Régebben emlékszem, az ezek a régi klaszdominátorok izéjük. Akkor a 10 centis izéjük szoktak hagyni tarlót. És meg tényleg az van, hogy derék kigér már, vagy tényleg mi, nem kell a szalma azt azért, hogy a... Milyen itt is ezen is, nézd meg. Na mekkora ez? 10 cent is. Jó, 15. Ó, te fiú! Ne guruljál! Jó, ezt az egyet még izélem, és akkor átmegyünk oda Tuferi a izével. Nem 10 ide, jó? Te! Ne görj itt ez esény! Nyíljuk ki, nyíljuk szét. A Waymart azt mindenképpen meg kell venni ma. Adom a hangot hozzá. A Waymart meg kéne venni, és az utárak a hagját leverni. A Waymart meg kéne venni, és az utárak a hagját leverni. Ez egy ilyen magyar nóta, régi magyar nóta. Azt tudtátok, hogy különben ezt lehet, hogy már meséltem, hogy na. Már régen különben már a régi ős magyarok is foglalkoztak. Ezével. Ezzel a migráns kérdéssel, ezt tudjátok? A tálibokkal. Komolyan, tudod, tálib az egy ilyen. Várjál, itt ezt meg lehet kötni. Most rögzítve van a vállapódra. Ez egy király cucc. Jaj, de nagyon király, milyen, hogy néz ki mi, hallod? Azért ott vagyunk. Mint vagyunk a toppon. Imádom. De már az nem ilyen nylonos dolog. Jó, na. Vállát azt nem is egy... Ó, itt is egy domb. Hogy imádom, amikor a földek nem izébe vannak. Na itt jó lesz nekünk, nem? Visszasétálok az MTZ-hez. Hát nem, ha itt van. Két köpésre azt majd taborok. Na, ja igen, mert tálibokkal foglalkoztak régi magyarok is, már volt az a nóta is, tudod, hogy tutálibe, tálibe az erdőbe. Tehát, hogy kérdezik, hogy a tálibe, az már az erdőbe van-e, és ez a migráns helyzettel szerintem már akkor érezték, hogy itt valami fog alakulni. Tutálibe, tálibe az erdőbe. Szar volt, nagyon szar volt ez a poék. Szar volt a poék, kipör! Ne szórakozzál! Az a durva, hogy ezekkel a melókkal olyan jól elmegy az idő. Mármint nem most, nem jó rettek, mert gondolom, hogy mást is szeretnétek látni, ebben a részben, de... olyan jó csinálgatni. Jó, érdekes csinálni. Nem az, hogy nem tudom miért, de már a Farming Simulator 17-ben az ember kiégett, mert ott már mindent akart, meg már minden, hogy már nagyon gyorsan, már minden szuper, olyan jó menjen, mint az állat. Mert gépi munkást hatot elindítok, aztán akkor termeli a pénzt. Aztán igazából már nincs értelme a játéknak ennyire, hogy kikapcsolhatod a monitort, azt hatra bűhetsz. Mert hát már jó, hogy nem már ezért, meg az automata balra rakul, mert az nekünk annyira kell, hogy már őrület. Egyébként várja, ilyenkor mindig meg lehet izélni, mi? Na jó, nyomok egy feloldást, belerögzítést, és akkor kiszállsz, és akkor oda van szögezve, és akkor nem kell izélni. Nem kell félni akkor, hogy mocorognak a balra gyerekek. Egyébként ez nagyon faszán fel fog férni. Ezt le tudom billenteni vajon, gyerekek? Az lesz, hogy halljátok, meg kell próbálni rögzítve lebillenteni. Fedd ide a portpöcsi, egyszer voltam, hogy úristen, hogy... az a Schuberen keresztül billentett, Schuberen keresztül billentett a csákó. Aztán volt. Megindult be ezzel a búza, vagy nem tudom mi volt rajt, az egy zsákoltuk, tudod, padlásra, jaj, de nagyon, azt meg még imádtam nagyon gyerekek, amikor az volt bazze, hogy a volt az aratás, aztán 6 darab ismerősödnek ment és zsákolni föl a padlásra, 60 zsákbúzát.
Azt, jó. Örültél neki, hogyha izé van. Hogyha zab vagy árpa vagy ilyesmi van, ezzel meg nem fogom tudni fölökni már magasabbra, na. Kipőr most meg vagy lőve. Bazen, mi stílkó? Stílkó be kell ülni, bazen. Hát ez jó. Nem tudom ezzel magasabbra. Na mindegy, akkor bevizetek. Na, közben mesélek. Jaj, de ez az MTZ? Hát igazad van, Joe. Hát ennél szebb nincs is a világon. Na. Mehetünk befele. Ezt mesélem közben. Igen. Ha örültél, hogy az abban van, vagy pedig árpa, vagy titikáli, vagy akármicsoda. Mert a legrosszabb az izé volt. A búza öcsé, megküldték a zsákot, szerintem az verte alulról az izét, 60-70 kilót is. Ezt fötetted magadnak, fötették a válladra. Megindultál. Ú, te meg kiöntözni hallod. Megfogtad ugye hátra, hogy mondtál a sarkát, megengedted a szájának. Ezt akkor öntötted ki. Bele hordókba. Te Isten, lefaszolod ez a világ. Aztán érted, ilyen egész estés program volt, aztán utána meg sörözés, ezt gyakorlatilag, nem volt rossz, nem azt mondom, de azért voltak bajok. Szándékosan nem csukom fel a platót egyébként. Na, itt mi van? Na, vazze, itt mi volt? Na, ez a bodega, ez nem volt a tájában. Megnézzük, mi az. Ez mi? Falpríték tárolás. Apám, ez nem volt itt ezelőtt. Viszont ide a balákat oda berakjuk. Ez nem volt itt, gyerekek. És ez mi? Az ilyen magos téma? Ez se ilyen volt. Nem ilyen zárt cucc volt. Hát ezt ledöntő, ha megnézzük. Hát remélem ledönti. Na, gyerekek, feloldjuk. És akkor... Várja, nincsen olyan, hogy izé... Ja, de hogyan lenne ledöntés, bazen? Shift Q vagy valami? Lecsatolom! Nem oré! Nem oré, nem akarta, nem akarom leszedni! Le kell szednem, úristen! Nem tudom, hát hogyan dönteném le, úristen! Hey, te fiú, rácsasztod! Ezt így le kell szedni! Bazze, ne! 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 Megveszem a Weimar! Megveszem a Weimar, gyerekek, mert most kis változatosság kell. Jaj, de jó ez az árnyék itt! Komolyan mondom, érzem. Érzitek? Nyár, árnyék, kicsi szellő alatta. Na gyerekek, én megveszem a Weimar, bazze. Hát megőrülök ettől, hogy most ezt itt izélik el. Lerakni. Akarok egy kis változatosságot. Na, mit szóltok? Vaze! Jó balahordó, úgy kell leszerelni. Vagy leszórni. Nem lehet se, hogy nincs semmi, nincs semmi olyan lehetőség. Ó, te fiú, legalább kézzel lehetne lelökni. A faraszt mit csinálra, lelöktél? Lebillentél, de szart. Ezzel ideálok. Ideál, én vagyok az ideál. Ideál, odaáll, én vagyok az ideál. Na, jó. És akkor az van, hogy a Weimart meg kéne vennem, mert én igénylem a Weimart. Tattoroknál van, drágát veszünk. Ez az. Vasárlás, és akkor a ganyérakót kéne hozzá megvenni, mert az megint kellene. Melyik a ganyérakó? Ez? Mi ez? Ez ganyét. Ja, ez meg a hizé mindenféle, de tuti, ez a ganyérakó. Ez meg ilyen fa. Ó, hát akkor ez a Weimar, ez nagyon összetett cuccos. Jó, akkor ezt a ganyérakót megveszük. És akkor gyűvünk bele. Jaj, gyerekeim, moré! Na, mert ezt meg kell oldani meg. Az a nem mindegy, gyerekek. Az a nem mindegy. Szép. Az már hang! Az már nem kis pálya, gyerekek.
Gyerekek, miért van ennek izé, milyen hangja van ennek? Az, most azon filózok. Ó, hát ez nagyon király, de nem tudom mennyire hangos. Még a motor is megy benne, oda nézzi, fiú. Várjál. Ez nagyon adja. Gyerekek, ez nagyon király. Az a baj. Nem tudom, nem el hangos. Figyelj, még ilyen nézet is van. Ez úgy, egy kis alhatok ebből a vértávú. Kis alhatok a vértávú, ugye? Jó lenne kiengedne valaki, vagy mi van? Gyerekek! Nagyon adja, nagyon tetszik. Ez vej már, ez nagyon tutti. Ez köllött nekem. Jó, megyünk be a telepre egyelőre. Gyerekek, ezzel tudtam volna még balázik, nem tudna ezt fölveri, nem hiszem. De nagyon jó, imádom már most. Nagyon kira. Ezzel majd annyit rakjuk, mint az őrültek. De van hozzá olyan kanál is, hogy mindent tud rakni. Meg ez a hang? Nem tudom, hogy a hangos. Én a blíci. Na, ezt kerestem. Miket lehet? Figyeld. Meg ugye, amiket. Csak ott van valami, de ott miért nem engedi? Már nem megnézzük ki is őrületbe, jó? Elvileg valamiket lehet. Aha, ott a. Figyelj, itt a motortárs. Oda nézzél, oda nézzél! Ez melyik járműnél van ez így megcsinálva, mi? Sőt, még több ajtóval, a másik oldalt is ki lehet. Hoppá, ez mi? Nem tudom, azt hol. Ja, a rendes ajtó, oda nézzél! Hallod? Ezt nem értem, ezt miért nem. Az igen! Le a kalapba bárki csinált, nem tudom. Most nyitva van, így kell le. Nyitott ablak, ajtó, minden. Azért az ergonómiára figyeltek a kilék. Ó, műszerek, minden van. Na, jó van, gyerekkét csapatjuk. Ezzel lehetne akkor fát is pílelni, mi? Fakódi. Weimarra. Igazából ez mire használták az emberek? Mire használták? Hát ganyét rakni, nem? Az volt a fő profilja. Ganyé rakás Weimarra. Van, beballagok ide a piacra. Ez csodaszép. Csodaszép. Ez a ganyé rakó gyök. Na baj, nem látok mögé nagyon. Meg kell ide tolatnom. Ha, ja, kilátnék. Ó, jó, van ekkor. De várj, ennek úgy kell kikapcsolni. Nem kapcsol ki a motorja, ott van, hogy numpad, enter. Nem kapcsol ki! Kapcsol ki, gyerekek! Ajajajajajajaj! Ez itt tökhetjek nekem egész életébe? Még mindig ketyeg.
Nem kapcsolok ízére numerikus billentyűzetet erre. Ezt elmondom nektek. Jó. Jó, bozzá, valamit csináljunk már. Le kéne rakni azt a izét, vállát. Jó, ezt beviszem izébe. Várjál, mennyi van? Na, még van azért. Beviszem izébe. Ne bazze, MTZ 80... Izé. Na mit csinálj, kitörtem a kereked? Vagy mi a fasz? Jó, van visszaállt. Jó, ez hülye ötlet volt. De azért mindenket sérült. De jó, egyébként sokan írták, hogy vett ki azt a sérülést, mondd el. Hát nem miért? Hát mekkora király? Hát nem így kell. Fölöntöd az MTZ 20%-os 17-en volt. Persze, bele letöri a tükröt meg minden. Nem. Jó dolog ez. Dehogy nem volt. Jó. Hallod, itt ketyeg ez a izé meg. Menj már itt törökre majd. Ez valahogy rá, kikül ki, hogy az üzemanyag akkor fog a fajt maradni. Hát nem tudom, ott valami el van cseszve vagy. Nem tudom, aki ért hozzá, az mondja meg már, hogy vagy mit csináljak vele. Írja már fel, hogy jaj, bazd, nem szabad ezzel fordulni gyorsan, fel van emelve, te. Ott érd be. Megjöttünk. Lepakoláshoz. Bazd, ezt meg úgy kell lerakni, te. Na, várjál, mindig. Ez most még mindig izé van, még mindig bele van. Na, várjál, de hát ez... Ja, oké, most jó. Még leszedjük, szóval gyorsabban leszedem szerintem. Szerintetek hogy kéne? Hát izé ganajozni mindenképp kultiválás előtt szoktak, mert akkor belekultizzák. Hát persze. Azon gondolkoztam, hogy mikor kéne. Hát ugye... Persze, hogy úgy kell. Lesz egy pár bálán. Aztán nem tudom, hogy mennyit fogok én bálázni. Lehet, hogy izével jobban jönnék ki. Hamsterrel. Ladenwagen, tudjátok. Ki ismeri hamster néven. Lehet, hogy hamsterrel jobban jönnék ki, mert akkor ezt könnyebben tudom kezelni. Nem tudom, szalmát valahol le tudom izélni, önteni. Ja, van. Lehet, hogy hamsterelni kéne, gyerekek. Mi? Nem kell bálázni, hanem hamsterre. És hamsterre be is tudom telíteni egyből az állatok alá. Akkor minek bálázzak, érted? Írjátok meg szerint, de szerintem tényleg a hamster az jobb ötlet. És jó van, oké. Hát ez az MKZ az amúgy is kellett, mert izének kell majd. Itt akármit tudok pakolni bele. A bálaordópót meg ugye nem csak bálaordópót, úgyhogy jó az. De szerintem a hamsterre jobban járnék. Mert van olyan tároló ezen a telepen, opa. Ami ugye izéljen a jó. Szalma tároló. Sőt, fel is tudom szedni, ha kell. Na faszol. Jó, gyerekek, lehet, hogy elbúcsúzom, mert ezt szeretném, hogy ez a videó felkerüljön már. Már. És akkor innen folytatjuk. Hát a... Egy-két dolog, hogyha esetleg tudtam segíteni. Hogy a turbo kapcsoljam le az engine-t a Weimar-on. Na, mindig ketyeg. Akkor... Meg még... Az, hogy hamsterre nem lenne jobb. Ladenwagennel csapatni. Na jó, elbúcsúzom, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem, hogy tetszett a videó, jók legyetek! Csubi-cső!